technológiával egy kicsit közelebbről, illetve aztán majd a radarra. Érdemes megjegyezni ezeket a gombokat, a bal alt volt Shift S lefelé viszi az ülést, az bal alt S pedig fölfelé. Ez azért érdekes, hogy azért fontos, mert sokszor kell majd föllemászkálni a székkel, legalábbis úgy egyszerűbb, mint próbálni jobbra-balra. No, megállítom egy pillanatra. Vegyük végig, hogy mit található éppen a kijelzőn, és mi ez a kijelző. Ez a navigációs kijelző, onnan tudjuk, hogy itt a 45N és az 01, az a 45 tengeri mérföldre van az 1-es waypoint tőlem, azt írja itt ki. Ez ugye a repülőgépünk helyzete, ez a két háromszög, ez mondja meg, hogy éppen gyorsulunk vagy lassulunk. Most comtig nyomtam a gázkart, és láthatóan előrébb ment, amikor visszahúzom nullára, akkor meg láthatóan lefelé csökken. Ez az indicated airspeedünk, tehát ez a kijelzett sebességünk kilométer per órában, ez pedig magban. Ez a barometrikus magasságunk, tehát nem a radar magasságot mutatja, hanem a barometrikusat. Fönt látható ugye a heading, tehát hogy merre megyünk, éppen 170 irányban. Ez a háromszög azt mutatja, hogy az autópilotának a megszabott útvonala az merre lenne éppen. Ez a kicsi háromszög, vagy ez a kicsi házikó pedig az úgynevezett heading error. Tehát az, hogy mennyire tévedünk el az irányából a következő waypointnak. Jó. Ups. No, először is. Itt van ez a gombocska, de ezzel lehet ugye be is kikapcsolni a kiegészítő fegyver célzógömböt. A gépágyú célzógömbjét. Ugye ezzel kikapcsolom teljesen, hogyha jobb klikkel lefelé nyomom, elsőre ez a tengeri mérföldes lop jön elő, a navigációs rendszer, másodikra pedig az egyszerűsített már. Igen, ezért érdemes használni, bekötni ezeket a gombokat valahol. Na most itt ugyanazt láthatjuk, csak nem látjuk ugye magát a navigációs dolgokat, illetve majd egyszerűbben declutterelve kiszedve azok a dolgokat, amik nem kellenek. Egyszerűbben lehet követni mindenféle dolgot a HUD-on. No. Ezt most itt megállítom egy kicsit. És akkor menjük végig, hogy mit tud ez a radar tudsz. Jó. Először is itt a power switch, tehát a bekapcsoló gombja a radarnak. Legfelső állás kikapcsolva, ez a PCH az előző videóban ugyan hülyeségeket beszéltem, és azt mondtam, hogy nem kell, de nem hülyeségeket beszéltem, csak akkor még nem tudtam, hogy most már bele van építve a bétába az is, hogy a radarnak kell 3 perc, hogy bemelegedjen, és ezt a PCH állásban megtéve, addig amíg a Földön kapcsolgatjuk, meg várunk a navigációra, mert állítólag az is működik már, addig be lehet kapcsolni és melegszik. És akkor a shieldre állítva, erre, ez a standby üzemmód, itt látszik is, hogy kiírja, hogy shield, amikor melegszik és még nincs bemelegedve, a két nagy kereszt látható, egy X látható konkrétan ott, és akkor a legalsó, az EM, az pedig az emit, magyarul a sugárzás, tehát az, hogy veszi is a dolgokat ütve. Jó. Na ismét leállítom egy kicsit, menjünk sorba a gombokon. Test gomb, egyértelmű, tesztelni lehet vele, PPI és B slope selector, ez azt csinálja, hogy most látszik az, hogy épp egy ilyen félkörívben, ugyanúgy, mint a szúkholyoknál, meg a migeknél, a radar ilyen kicsit félkörívesen látszik, ez egy ilyen módja a radarnak. Alapvetően semmi különbség nincs a között, maximum annyi, hogy a kis TDC kurzorunkat nem ugyanúgy, tehát félkörívben fogja húzni mindenhol, nem pedig egyenesen. De semmi baj, mert akinek nem jön be ez, az csak átállítja B-módra, és már is olyan, mint egy F-15-ben. És van egy szempont. Jó, menjünk tovább.
TDC mód, ez is egy... Hogy működjön a TDC? Hogy nézzen ki? Látható, hogy itt nem írja ki most ugyanazokat a számokat. Ez egyébként itt a számok, beszélünk róluk, de alapvetően nincs nagy különbség a kettő között. Tehát a számok, be akartam fejezni, mondott, hogy csak hülye vagyok. Tehát a számok, ez 12-t mutat éppen, tehát a 2 és a 14 között 12 fok különbség van. Ez fokban megadva, a TDC mellett jobbra, a fokban megadva mutatja, hogy éppen hány fokot szkennel előre. Na most azt kell tudni a radarról, hogy jobbra-balra maximum 60 fokig tud szkennelni, amit itt tudunk beállítani, 60, 30 és 15 fokos azimuttal. Cserébe viszont, és ezt ugye 60 fok eltéréssel, tehát 30-30 plusz irányba tudjuk jobbra és balra forgatni, ami azt jelenti, hogy ez összesen 120 fokot takar előre, de csak vízszintes ívben. Mert hogy a függőleges ív az kicsit nagyobb szívás, ugyan az is 120 fokot tud föllemozogni, de egyszerre csak maximum 12 fokot tud nézni a levegőből. Tehát nagyon-nagyon valószínű, hogyha éppen eltűnt valaki a radarról, az bizony vagy fölé ment, vagy alá ment a radar képességeinknek, amit gyorsan korrigálni kell. No. És még ezt a 12 fokot is tudjuk csökkenteni ezzel a radar line selectorra. Gyakorlatilag egy S betűt ír le a 4-es, és ott végig szkenneli a levegőt, és a 4 az 4 síkban, vagy 4 szeletben szkenneli a levegőt. Egy-egy szelet 3 fok, tehát 12 fokot tud így mérni a levegőben. A 2 fokos, vagy 2 csíkos, vagy 2 szeletes, az egy kockát fog nekünk szépen leírni a radarnak a körbe-körbe menő szkennerre, ami által nekünk 6 fokot tud mutatni majd a levegőből, illetve az 1 fokos az a 3 fok, vagy az 1 szeletes az 3 fokot tud mérni, és így maximum 3 fokot láthatunk előre felé a levegőből. De ezt mindjárt be is demonstráljuk is. Úgy. Illetve valamiért most 9-et. Nem. Jó. Ja, igen, és ez lehet, hogy nem pont a teljes fokot mutatja, hanem, ja igen, bocsánat, tehát ugye ez kombinálva van azzal, hogy milyen távolságot nézünk. Tehát az, hogy az éppen tőlünk 5,6 tengeri mérföldre lévő levegőnek a 3 és 7 fok közötti részét tudom mérni. És azért van, hogy egy picit is csak lejjebb megyek, akkor el fognak tűnni ezek a célpontok. Így van, és el is tűntek. És előjöttek. Na. Tehát ez a 6 fokos scan, és ugye van a 3 fokos, az meg általában a close combatnál, tehát így a különböző bormódoknál, horizontal scan, vízszintes scan, ilyeneknél jön jól az a 3 fok, mert az ugye teljesen magunk előtt mutatja, vagy szkenneli a levegőt, ami sokkal jobb és gyorsabb, hogyha úgy történik meg. No. Igen, és ugye a távolságszelektor. Ez egyelőre nem fontos, még nem, azt hiszem, hogy ezt még nem implementálták be a bétába. No, távolságról csupán annyit, hogy 5-től, tehát 5 fok a minimum, vagy 5 mérföld a minimum, és 320-at ír ki maximumra. De ez nem igaz, ugyanis a beépített radar, ami az órában van, az maximum 80 tengeri mérföld, tehát 160 km-re tud szkennelni.
Hogyan éri el mégis ezt a, hogyan mégis írja ki mégis, hogy 320 tengeri mérföldig tudja szkennelni a dolgokat. Ez nagyon egyszerű, ugyanis van egy úgynevezett GCI, Ground Assisted, Ground Controlled, pillanat, mindjárt megnézem. Nem tudom, nem emlékszem, nem mindegy. Lényeg az, hogy 160 és 320 tengeri mérföldre akkor tud csak látni, ha mondjuk földi radar továbbítja nekünk a radar képet, és ezt a repülőnk föl tudja fogni, illetve azon, hogy értelmezni tudja. Jó. Az első dolog, amit érdemes megígézni a radarral kapcsolatban. Így. Ugyanúgy, mint ahogy az F-15-nek is, csak ennek egy kicsit másképpen, ennek háromfajta szélességi módját ismerjük, vagy háromfajta szélességi módot tud. Széles, közepes vagy vékony keresési mód. Ugye nyilván minél szélesebb vagy minél szűkebb a keresési mód, annál valószínűbb, hogy nem fog, vagy meg fog találni valamit. Tehát elég valószínű, hogy a széles, a wide scan mód van, nem fogunk megtalálni valamit, hogy nagyon messze van. Jó, ez most ami látható itt éppen. Ippeg. Így. No, ez a range while scan, vagy range while search, RVS, amiből ha egyet lock gombbal kijelölünk egy célpontot, akkor lesz track while scan, és akkor egy kicsit több mindent megtudhatunk az adott célpontról, illetve ha még egyszer végleg kijelöljük, akkor egy átállítjuk single track módba, single target track módba, amikor is már fontos az, hogy a track while scan alatt nem tudunk kilőni rakétát, illetve ki tudjuk lőni, csak nem fogja eltalálni, mert nem követi. Viszont, hogyha még egyszer lokkoljuk, nézzük meg, ez a trackwise scan. Így néz ki. Na most a trackwise scannek ugye az a jó dolga, hogy kiír egy pár dolgot. Például egyébként is kiírja, 0,7 bal alul, jobb alul látható, ez itt 0,9, ez az összesített sebességünk, amivel egymás felé megyünk magban számolva. Itt fönt látható egy csomó szám megjelent, ezek a célpontunkra vonatkozó adatok. Magasság, sebesség, bocsánat, sebesség, és bearing, tehát hogy merre van tőlünk. Jó. Tengeri mérföldben távolság, és ez, hogy körülbelül hol találta meg a szkennerünk. Ami nem is baj, nem is érdekes jelen pillanatban. Jó. Saját sebességünk, saját magbani sebességünk egyértelműen minden le van másolva innen a hádról. És ahogy be is jelöltük, megjelenik egy szaggatott négyzet. A szaggatott négyzet azt jelenti, hogy a hádon kívül van. Viszont ez a hád egész pici, de amikor ilyen szaggatott négyzet van, akkor ő már azért azt lefogta. Tehát ezzel nem lett gond. Ha még egyszer single track módban kijelöljük, akkor onnantól kezdve ő ezt látni fogja, nem lesz ezzel probléma. És nem az a lényeg, tehát a szaggatott vonal nem azt jelenti, hogy nem jelölte ki, hanem azt, hogy nem látja a hudon belül, azt hiszem. Jó, amikor kijelöltünk egy célpontot, megjelenik itt ez. Ez ugye azt jelenti, hogy az éppen aktuális célpontunk milyen távol van tőlünk. Ez át fog változni, ha én most beizzítom a fegyvereket, az 530-at, akkor átváltozik egy olyanra, ahol ugye minimum kilövési távolság, turn and run range, tehát az, hogy innentől kezdve, ha meg is fordul és megpróbál elmenekülni, a rakéta akkor is utol fogja érni, illetve minimum kilövési távolság. Mellette tengeri mérföldben kijelezve a szakta és távolság. Megjelenik egy ilyen célkereszt a közepén, ezzel nekünk gyakorlatilag nincs sok dolgunk, nem kell, hogy ráirányítsuk magát a célkeresztet erre a célpontra. Annyi dolgunk van, még egyszer lokkoljuk, és ilyenkor már eltűnik maga a másik,
célpont ugye a baráti célpont, és range-en belül van lokkolva. Nincs más dolgunk, mint kilőni. És ez Fox 1. Tehát ez azt jelenti, hogy semi-aktív radar homing, tehát végig rajta kell tartanunk a becsapódásig a radar szkennert. Ha elveszítjük a célpontot, vagy hogyha elveszünk a szkent, elveszünk a lokkot, akkor bizony előfordulhat, hogy elveszíti a célpontot a rakéta, és szépen nem találja el. No! Visszatekerem a dolgot, és akkor még... Na, és akkor még valamit szeretnék mutatni, ami nagyon-nagyon érdekes. Ha nincsen bekapcsolva, akkor be lehet, mert működik. Ez az IFF panel. Ezt elvileg az Eclipse, vagy ETAR, vagy a francba hívek podoknak a melyikét használja, de a radar IFF módot azt itt kell hagyni 4-esen. Pillanat, csak kapcsolok egy kis világítást. Úgy. Na, és akkor itt van egy ilyen, hogy IFF power. Most éppen off-on van. Az IFF OFF módban nem működik. És kapcsoljuk szépen ide a sect és az OFF közé. Amit nem tudok, hogy miért nincs följelölve, de azt tudom, hogy ha ezt bekapcsoltuk, és lenyomjuk a nozzle steering gombot, akkor azonnal láthatóan megjelenik fölül egy szakadott vonal, ami 5 másodpercig tart, majd az átváltozik egy vízszintes egyenes vonalá, ami azt jelenti, hogy éppen melegszik, vagy éppen szkennel az IFF. Na most, amit az IFF-ről kell tudni, és erről, hogy mi az a off és sect és IFF, vagy teljes arc mód, ilyen esetben, amikor oda középre van állítva, ilyenkor mindent leszkennel itt a környéken. Az egész mindent, amit ő lát a radaron, ő leszkenneli, és megkérdezi mindenkitől, interrogálja, kihallgatja őket, hogy barát vagy ellenség. Na most, mivel nincsen a DCS-ben olyan fejlett barát vagy ellenség rendszer, ami konkrétan a kódokra válaszolna, ezért frakció. Tehát vagy piros, vagy kék, vagy, és ezek válaszolnak egymásnak. No, honnan tudjuk, hogy barát? Onnan, hogy ez a kis gyémánt megjelenik belül. Valamint, ha esetleg mégis kijelölnénk, akkor két vonalacska látszik, duplán jelöl, olyan, mintha duplán jelöltem volna ki. Igen, az előbb elfelejtettem mondani, ez a kis nyilacska, ez az ő headingje, illetve hogy merre megy. Jó. Na hát nagyjából ennyi a radar használat. Ha valamire nem sikerült itt választ adnom, akkor a kommentekben nagyon szívesen válaszolok. Köszi, sziasztok!